Főpapokról most a középrétegre, egyházi középrétegre térünk. Molnár Antal következő előadónk, aki a Történet Tudományi Intézet tudományos főmunkatársa, illetve az Ötös Lorán Tudomány Egyetem egyetemi Docense, Magyar és horvát egyházi középréteg a 17. században. Főtisztelendő Küspök úr, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! nekem is egy fogalmi tisztázással kell kezdenem az előadásomat. Tusor Pétertől megtudtuk, hogy az egyházi társadalom definiálása is nehézségekbe ütközik, hát ez a középrétek tekintetében még inkább sokkal így van, Lévő, hogy ez kánolyogilag egy teljesen értelmezhetetlen kategória, nincsen ilyen, hogy egyházi középréteg. Ezt igazában véve a magyar történetírásban május elemér vezette be, vagyis hát pontosabban az ő kutatásai, az ő monográfiája alapján beszélünk egyházi középrétegről, ő gyakorlatilag az egyházi társadalmat és a világi társadalom mintájára három osztatuként képzelte el. A főnemességnek, a, a főnemességnek felelt meg a főpapság, a birtokos középnemességnek pedig az egyházi középréteg, és hát az alsó papság ilyen értelmi megfeleltetése azért meglehetősen problémás. Míg a középkorról, ennek az egyházi középrétegnek a kutatásáról ö, komoly eredményeink vannak, itt Békefi, Fügedi, Májusz, Köblös és legújabban pedig Cétót Norbert munkáira kell utalnom, a korai korról ilyen típusú átfogó összegzés igazából nem áll rendelkezésre. Ha a főpapoknál problémák, a hibás adatok nyilvánvalóan a kanonokoknál, az egyházi középrétegnél még inkább, ennek ellenére Természetesen vannak ö, olyan fogódzó pontjaink, ezek főleg káptalani életrajzi adattárak és káptalan történetek, amelyből kiindulhatunk, akkor is, hogyha tudjuk, hogy ezek nagyon egyenetlen színvonalak, nagyrészt sok bennük a hibás adat, illetve majdnem mind önreferenciális olyan értelemben, hogy a saját káptalanának anyagát dolgozta fel egy-egy kanonok vannak, köztük egészen jók ebből a szempontból, mondjuk a győri, és vannak hát nagyon gyarlók, például a pozsonyi társas káptalan története. Ha egyházi középrétegről beszélünk, akkor tulajdonképpen az alsópapság, jellemzően a falusi alsópapság és a főpapság közötti réteget szoktuk ez alatt érteni. Egy olyan réteget, amely gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból önálló társadalmi csoportként kezelhető a középnemesség analógiájára. Alapvetően természetesen a káptalani papságot szokták középrétekként érteni, tehát a székes és társas káptalanok javadalmas papjait. Ugyanakkor, ha egy picit alaposabban megnézzük ezt a társadalmi réteget, akkor azt látjuk, hogy akár csak a középkorban pontosabban sokkal jobban, mint a középkorban, a korai korban ez a társadalmi réteg felülről és alulról is nyitott, nehezen körülhatárolható, tehát nehéz lenne pontos definíciót adni, még társadalom történeti szempontból is annak, hogy mi a középréteg. Gondoljunk csak például a plébánosokra. Egy városi plébános, mondjuk egy soproni vagy egy nagyszombati plébánost, minden további nélkül besorolhatunk abba a rétegbe, abba a papír rétegbe, amely azért mondjuk a falusi plébánosok rétegétől nagyon markánsan elkülönül, és életmódjában, lehetőségeiben sokkal közelebb áll már egy kanonok kanonokok által meghatározható társadalmi csoporthoz tehát alulról is nehéz azt megmondani, hogy melyik az a plébános, akit már nem tekintek középrétegnek, hanem alsópapságnak. Felülről pedig a 16 és főleg a 17. században még nehezebb a dolgunk. Tudni, hogy ott vannak azok a püspökök, akik vagy címzetes püspökök, vagy pedig hódoltsági püspöki székre kaptak kinevezést, és ennek értelmében egy vagy semmilyen, vagy nagyon csekély jövedelemmel rendelkező püspöki szék vagy cím birtokosaként továbbra is káptalanban élnek, és kanonokként, általában oszlopos kanonokként működnek. Tehát, hogy őket most a felső soroljuk-e, vagy pedig a egyházi középréteghez. Én igazában véve ebben a vizsgálatban, amit itt röviden ismertetni fogok, egy tartalmi szükítést alkalmaztam, pontosan azért, hogy ezt a fajta partalanságot valahogy kezeljem. Egyrészt, tehát ennek a tartalmi szükítésnek a lényege, hogy én a káptalani javadalmas papságot, az oszlopos és mesterkanonokokat vizsgáltam, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként volt-e mondjuk címzetes püspöki címük, majd erre visszatérek. Egész egyszerűen annál fogva, hogy az ő életvitelük, életmódjuk, társadalmi mondjuk hát társadalmi jellegük sokkal inkább a kanonoki rétekhez, mint a tényleges főpapi rétekhez közelítette őket, és nem vizsgáltam azokat a, azokat a városplébánosokat, vagy pedig különböző apántokat, prépostokat, akik nem voltak káptalanok tagjai. Tehát én a jelen előadásomnak a pontosabb címe az, hogy káptalani papság Magyarországon és Horvátországban a 16-17. században. Az első nagyobb pont az a változások a 16-17. században. Itt a török hódítás, reformáció, egyház, megyei székhelyek és társas pusztulása egy bőségesen ismert téma. Én, bár még nem volt kezemben a könyv, és nem volt szerencsém a tavalyi konferencián sem részt venni, de azt gondolom, hogy erről bőségesen van benne szó, úgyhogy ezt, ezt itt akkor elhagyhatjuk. Az eredményeket mondanám csak. A középkorban nagyjából 50 káptalanról tudunk, 15 székeskáptalan, 35 társas káptalan, körülbelül egy 700-kanonoki as kanonoki létszámot ö, állapíthatunk meg, akik nagyjából a városi polgárságból és a középnemességből rekrutálódtak. Ö, Köblös József monográfiájában öt életpályatípust különít el. Állami hivatalnok, tudós, egyháznagy szolgáló kanonok és lelkipásztor kanonok. Nyilván ez egy kicsit erőltetett, de minden esetre a főbb irányokat jól jelzi, és. Ö, ha a középkori káptanokat nézzük, akkor mindenképpen megállapíthatjuk, hogy anyagilag és karrier lehetőségeit tekintve egy nagyon tagolt rétegről beszélhetünk, tehát az, hogy középréteg ilyen értelemben egy nagyon széles különbségeket mutató társadalmi csoport legfőbb tevékenységük a hiteles hely, tehát egy jogi adminisztráció, ugye a hiteles helyek, ami a magyar hivatali írásbeliség sajátossága, a gazdálkodás, a káptalani birtokokon annak a vezetése, illetve hát nagyon fontos az, hogy a középkori káptalnok az értelmiségnek voltak egyfajta háttérintézményei, elsősorban a külföldi egyetemi állás biztosításával. A 17. században ebből a középkori káptalani világból 7 székes és három társaskáptal maradt, illetve tehát csázmával együtt négy, de erre majd még visszatérek. Ez körülbelül 140 kanonokot jelent, hogyha a Horvátországot is ide vesszük. Ez egy ö, ami az intézmények számát jel jelenti, ez egy 80 os veszteség, és itt egy picit ellent kell mondanom Varga Szabolcs bevezetőjének. Tudnélék, hogyha ezt a 80 ot tekintem, és összehasonlítom a szerzetesség pusztulásával, akkor azért azt mondom, hogy ez egy nagyon jó arány. Tudnék a szerzetesség az, hát most nem akarok hasonlítés szám szerű számot mondani, tudjuk, hogy néhány Ferences és egy-két páros Kolostor abból a világból, ami ugye a középkori Magyarországon volt, szerintem nem túlzott nagyot, ha azt mondom, hogy 95 és akkor ez a 80% még mindig egészen jó. Ami az alsópapságot illeti, ott viszont nem mernék megkockáztatni ilyen, e, ilyen százalékos arányt, mert nyilvánvalóan egész más a helyzet mondjuk az esztergómi érsekség bizonyos területein, ahol a, a plébániák továbbélés és a 16. század végén minden esetre kérdéses, és egész más mondjuk a Veszprémi Egyházmegyében, ahol a 600 plébániából alig egy tucat, vagy még annyi sem marad a 16. század végére. Tehát, hogyha ezt nézzük, vagy a hódoltságot, a 16. század végére azért ott is valószínűleg országos, vagy erdélyel együtt országos tekintetben azért 80 nál nagyobb a pusztulás az alsó papság esetében is. Tehát ilyen értelemben paradox módon mégiscsak a középréteg élte túl a leg, a leginkább kisebb, hát amennyiben 80 at kicsinek lehet nevezni, pusztulása ezt a nagy kataklizmát. A magyar káptanok felépítését ismerjük, ugye négy tignitás, prépos, lektor, kantor, kusztosz. Annyi különbség van, hogy kisebb, tehát kisebb különbségeket regisztrálhatunk, nyitrán például nincs nagy prépost, zengben pedig ugye, ami a zengmodruszi püspökség az a legdélebbi egyházmegyei a magyar episzkopátusnak, ott inkább dalmáciai, észak-dalmáciai mintára két két ö, ö, oszlopos kanonok van, az Archidiakonus, illetve az Archipresbiter, akit hívnak néha primicériusnak is. Emellett a káptalanokban kisprépostok, főesperesek és mesterkanonokok élnek. Ami a létszámokat illeti, itt is megelőlegzem a, 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 végeredményt, a pusztulás nagyjából 80 os Ugyanis az az igazság, hogy a káptalanok jelentős része többé-kevésbé megőrzi azt a kanonoki létszámot, amelyel a középkorban rendelkezett. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a káptani papság ne csökkent volna, ugyanis aki eltűnik, az a, a, a káptalanok melletti székesegyházi, vagy a társas káptalanok melletti papság, tehát azok, akiknek nincs kanonoki javadalma, hanem oltárjavadalmakból és egyéb alapítványokból élnek. Na ők eltűnnek, és az ő javaikat tulajdonképpen fölélik a kanonokok. Esztergomban mondjuk ott jelentős a csökkenés, ott olyan 40-ből marad 25, ugye ez is nagy szombatban. Zágrában ö, viszonylag jelentéktelen a csökkenés, ott nagyjából 28 kanonok van a 17. század második felében, ezek mindig a század második feléből származó adatok. Győrben 15, Nyitrán 12, Egerben 15, Zeng az változó 6 és 10 között, Veszprémben pedig ugye 6 kanonokkal alapítja újra a káptalant 1630-ban Senye István püspök. A három társas káptalannak, Pozsonynak, Szepesnek és Vasfárnak is összesen 35-40 kanonokja van. Tehát ez 130-140 kanonok a század derekáról második feléből, tehát ez is 20%-os pusztulás, tehát ugyanannyi az arány, mint az intézményeket tekintve. Most itt érdemes egy pillanatra kitérni Horvátország, Horvátországra. Én említettem ezt a császmai társas, társas káptalant. Ez ugye a török hódítás miatt megszűnik, és a csázmai kanonokok bevonulnak az ágrábi káptalanba, és ott tulajdonképpen Prébendáriusok lesznek a székes egyházban, tehát őket én nem számolnám már ezek után az egyházi középrétekhez. És ami pedig egészen sajátos, így magyar-magyar idézőben, magyar-horvát viszonylatban, ez az engmod -ruszi Püspökség, tudnék, ott egy csomó társas káptalan van, ezek az úgynevezett falusi káptalanok, Rurálni Kaptoli, vagy Lajanszki vagy ö, ö, Lajanski kaptoli, tehát ezek ilyen falusi káptalanok, amik igazából a mai papi közösségekhez, amelyeket ma is szervez a, az egyház több helyen, például a Kalocsai Egyház megyében is, hogy három, négy, öt pap együtt él, és egy nagyobb területet együtt közösen látnak el. Ez pontosan ez a, ez a történet. Vitték a saját javaikat ebbe a, a papi közösségben nem is éltek olyan értelemben együtt, hogy nem egy, egy házban, mindenki élt a saját, saját lakhelyén, volt egy kis birtoka, azt művelgette, és egész sok falut láttak el. A Modruszi püspökségben a század végén négy-öt ilyen papi közösségén káptalan volt, volt ugyanolyan szabályzatuk, mint a káptalanoknak, tehát tulajdonképpen jogilag olyan társas káptalan formájuk volt. É, igazából a kutatás az itáliai piéve rendszerre viszi vissza az eredetüket, és nagyjából 6-10 fő volt bennük. No, ezeket se tekinteném én egyházi középrétegnek, mert attól, hogy így hívtuk őket, vagy így hívták őket, ez nem azt jelenti, hogy bármiben is, bármiben is mondjuk egy pozsonyi kanonokkal egy lapon lehetne egy, egy vinodoli, vinodoli falusi káptalan tagját emlegetni. Ami a jövedelmeket illeti, ott sincs nagy változás a középkori struktúrákhoz képest, ugye a káptalani birtokok osztaléka, a kvarta, az or javadalmak, illetve ami teljesen új, az a címzetes apátságok és prépostságokból származó bevételek voltak. Ez utóbbit igazában véve egy kicsit a javadalomhalmozás helyett ö, ö, vetették be, hogy így fogalmazzak. Ugye a javadalomhalmozás halmozás az az, hogy több javadalmat birtokolnak egyszerre az egyháziak, ezt a trienti zsinat nagyon határozottan megtiltotta, és az a jó hírem, hogy ezt a magyar egyházi vezetés erősen akceptálta is, tehát nagyon-nagyon kevés adat van arra, hogy egy-egy kanonok több javadalmat birtokolt volna. Ha adatunk van, az inkább arról szól, hogy ezt tiltják. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy, a középkorban ez 15 százalék, tehát eléggé jelentős azoknak a száma, akik több javadalmat birtokolnak, a 17. században gyakorlatilag szinte semmi. Ehelyett viszont a megszűnt apátságok és prépostságoknak a címeit megkapják, és az ahhoz tartozó ilyen-olyan-amolyan, néha semmilyen, néha egész tekintélyes jövedelmet viszont begyűjtik, így aztán egy kanonok általában több, vagy egy kanonok általában Ö, még egy ö, ö, ilyet tudott magának szerezni, ha ügyes volt. Ez egyébként megmaradtán, mind máig, tehát ezek a címzetes apátságok, prépostságok, ez egészen a, a, a jelenkorig fennmaradtak nyilván ö, anyagi, ö, anyagi vonzat nélkül. Ha jövedelmek szempontjából próbáljuk csoportosítani ezt a káptalani kanonoki réteget, ezt a nagyjából 150 főt, akkor a csúcsán ennek a rétegnek a nagyprépostok, prépostok és néhány oszló, nagyobb káptalani oszlopos kanonok, nagy győr, zágráb, vagy a nyitrai lektor, olvasó kanonok, illetve hát a szepesi prépost, akik 1000 forint feletti jövedelmet is kaphattak a 17. században. A kisebb káptalanok prépostjai, tehát most jön a középrétek közepe, tehát Eger és Veszprém, illetve nagyobb káptalanok kolumnásai nagyjából ön 500 forint körüli jövedelmet, a kisebb káptalanok kanonokjai, és ide tartozik Zágráb is tudni, hogy ott a prépost ugyan megüti a magyar nagyprépostoknak az anyagi szintjét, viszont a, kanonoknak kanonokoknak nagyon kicsi a jövedelme, tehát ott nagyon nagy a szórás Zágrában, ez a 28 kanonok között óriási különbség van, a magyar káptalanokban nincs ekkora különbség a kanonok között. Tehát ez a, a káptalanok Kanonokoknak az alsó rétege az nagyjából 100-200-300 forintot kapott havonta, magyar forintban számolva. A legszegényebb egyébként Zeng volt, itt is, ott 60-100 forint volt a jövedelem még a század végén is. Említettem többször a püspök kanonok kategóriát, ami egy érdekes dolog, és igazából ebben a formában 16-17. századi magyar jelenség, ami azt jelenti, igazából a magyar püspökök a 16-17. században három részre oszlottak, a tisztán címzetes püspök, a hódoltsági püspök, illetve a rezidens, rezideáló püspök. Általában a hódoltsági címekre kinevezett székekre, kinevezett püspököket a szakirodalom néha címzetesnek írja, ami teljesen hibás ebben a formában, mert ez nem egy titulus volt, ez egy székhely volt, csak éppen nem tudott oda menni. De ez nem jelentette azt, hogy ne nevezett volna ki püspöki helynököt. A 17. század második felében ez már teljesen általános. Ne foglalkozott volna valamilyen formában a híveivel, illetve hogy ne szedte volna az adókat. Tehát magyarán ezt nem lehet címzetesnek tekinteni, ez egy teljesen, ez egy akadályoztatott szék, szék, székének elfoglalásában akadályoztatott püspökök voltak. A tisztán címzetes az Skopje, Tinin, Novis, Cardona, Rosszon, Korbávia, Szendrő, Almisza és egyebek, tehát olyan általában dalmáciai-balkáni címek, amelyeknek már csak a nevében élt az emléke. Tehát ilyen értelemben a mai címzetes püspökök mintájára, ők nekik semmi kapcsolatok nem volt a székhelyükkel, és nem, nem is szedtek be onnan jövedelmet. Ugye voltak ezek között olyanok, amiket közben Velence részéről folyamatosan betöltöttek, tehát amikor már Traui vagy, vagy Szebenikói püspököt is nevezett ki a magyar királyot, természetesen Trauban meg Szebenikóban 1828-ig, illetve Szebenikóban mind a mai napig van megyés püspök is, tehát ez egy ilyen kettős kinevezés volt, nyilván a pápa ezeket sose erősítette meg, és volt olyan, hogy kitaláltak püspöki címeket, tehát tényleg olyan székhelyeket, amik néha még a várost is nagyon nehéz volt, mondjuk, Vidnicet lokalizálni. Akkor is, meg most is. Na most e a az első két kategória, tehát a címzetes és a, a hódoltsági püspökök, ezek jellemzően a XVII. században káptalanban tartózkodtak, ami azt jelenti, hogy, hogy volt egy plusz feladatuk, volt egy plusz címük és volt egy plusz jövedelmük. Ez a 300-tól mondjuk a csanádi vagy a váradi püspök 300 forintos jövedelmétől a váci püspök 5000 forintos jövedelméig terjedt, tehát itt is azért elég nagy szórás volt, de ez azt jelenti, hogy ők életformáikban továbbra is egy kanonoki közösség részeként éltek, annak szabályai, lehetőségei szerint, és nem főpapként, hiszen hiszen egy rezidáló püspök, akinek mondjuk a Veszpréminek, vagy a Nyitroinak 8, vagy 10-15 ezer forintos jövedelme volt az Esztergomérségnek, meg akár 50 ezer forintos évi jövedelme is, teljesen más lehetőségek és teljesen más életforma. Tehát ők valóban püspökként éltek, míg ezek a címzetes és hódoltsági püspökök nem. Itt van egy érdekes uh, dolog, hogy azért a korban is a, a püspök ezekhez a címzetes püspökségekhez meglehetősen ambivalensen viszonyultak. Sokszor a, a megjutalmazni, ezzel megjutalmazni kívántak. Én egy példát hoznék itt, Szeglédi Albert Egri nagypépost 1642-ben a Novi címzetes püspökséget, ez ugye Nóna, ami ott van uh, zárától éjszakra. Uh, egyébként ez is egy betöltött uh, püspöki cím volt. Tehát a Novi címzetes püspökséget uh, nem nem kívánta elfogadni, hanem azt írta, hogy ezen a földön, ugye ő Egerben, tehát Jászó Kassa, ezen a földön aféle hallatlan új titulus itt a filiszteusok között csak játék. És hogy a gyalázat elkerülése miatt ő megmaradna elébbeni állapotába, tehát köszönöm szépen, nem kéri ezt a címet, mert csak kinevetnék a protestások. Tehát összességében, ha, ha megnézzük anyagi, anyagi szempontból, azért ez egy rendkívül széles réteg, ami a váci püspök címet viselő prépostoktól, mondjuk az engi mester kanonokig, itt azért rendkívül, hát egy szélesen széthúzódó társadalmi réteget jelent. A rekrutáció megmaradt a középkori alapokon, alapvetően városi mezővárosi polgárok és középnemesek, viszonylag kevés a főnemes, azoknak ez ugródeszka a püspökség felé, illetve hát vannak jobbágy származású kanonokok is, akik, akiknek ez egy jelentős családi emelkedés, mivel hát több esetben nyilván a vagyon, illetve a nemesi cím megszerzése, ugye az nagyon fontos eseményt jelentett a család életében, itt csak király uh, Mihály Patai, Gyöngyös Patai plébánosra utalok. Van ez a jelenség, ami megvan a, a késő középkorban is, és most is megvan, ez a, én csak így mondom, hogy kanonok ne poszok rendszere, tehát az, hogy a kanonokok beviszik az unokaütseiket, rokonaikat a káptalamban. ez különösen az ágrábi káptalan esetében találtam sok példát, de van a magyarországi káptalanokban is. külföldiek gyakorlatilag szinte nem nincsenek a magyar káptalanokban a 17. században, bár Cétót Norbert revideálta a eredményeket is, tehát hogy a középkori káptanokban sem volt ez annyira meghatározó, mint a korábbi kutatás ezt feltételezte, az biztos, hogy a korai korban lévén a kisebb anyagi és egyéb lehetőségek miatt ez még kevesebb, egy-két olasz-német, ír és délszláv kanonokról tudunk. Ami viszont az izgalmas ebben a rekrutáció kérdésben, és főleg a korszak elejére vagy a 16. századra vonatkozóan, hogy ez viszont azt jelenti, amire Szabolcs is utalt, hogy itt azért van egy olyan réteg, aki, a, tehát ezeknek valahonnan jönni kell ezeknek a kanonokoknak, ami azt jelenti, hogy van egy olyan társadalmi réteg, van egy társadalmi katolikus társadalom, ami ezeket a kanonokokat kibocsátja. Tehát, hogyha itt azért a 17. század elején is azért ez egy százas nagyságrendű, akár még zágrám nélkül is százas nagyságrendű embercsoportról beszélünk, ez azt jelenti, hogy ezeknek valahonnan jönni kell, ezeknek valahonnan tanulniuk kellett. Tehát volt egy olyan társadalomtörténeti léptékben is megfogható katolikus társadalom, akár a 16-17. század fordulóján is, amelyről egyébként nem sokat tudunk. A belső mobilitás, vagyis az, hogy a, a ranglétrán egyre fölfele lépkedhet egy kanonok, a középkorinál sokkal könnyebb a korai korban, elsősorban a, már a 17. század mondjuk. 20-as, 30-as, 40-es éveitől a Bécsben és Rómában tanult ö, ö, kanonokok számára, tehát vagy az előbb származású kanonokok számára, és nem azoknak a plébánosoknak, akik ö, munkájuk elismeréseként időskorukra kerültek a káptamba, ők nyilván megmaradtak általában a mesterkanonokoknak. Ami az érdekes, az a külső mobilitás. Ami alatt azt értem, hogy, hogy ahogy a püspöki székek tekintetében a 17. században van egy folyamatos előrelépés, elkezdi valaki, Almiszai püspökként és befejezi mondjuk Egri püspökként, vagy Kalocsai érsekként. Ugye van olyan, aki azért 5-6 széket is lépett előre ö, ö, a pályája során, ami a, ö, mondjuk a, a, az Európai Egyházban, Katolikus Egyházban ebben a mértékben egy meglehetősen sajátos jelenség. Na most ez a mozgás a káptalanokban is megvan, tehát hogy valaki kezdi egy szegényebb káptalanban, aztán ha lehetősége van rá, akkor elmegy egy nagyobb káptalanba. Ez a 16. században egészen nagy méreteket ölt, amikor ugye elpusztulnak a déli káptalanok, és menekül fel a papság általában nagy szombatba, Szepesbe vagy Pozsonyba, és azoknak a káptalanoknak a tagjai lettek ezek a déli székes és társas káptalanoknak a kanonokjai. A későbbiekben pedig általában a kisebb, szegényebb káptalanokból mentek a nagyobbakba. Például így a győri káptalannak egy fontos mondjuk háttér területét jelentette a vasvári társas és a veszprémi káptalan,

esztergumi káptalamba szinte mindenhonnan érkeztek. Ami érdekes például Szepes, ami szintén nem volt egy rossz káptalan anyagi szempontból, az egy eléggé zárt testület volt, általában szekes, szepességi plébániákról lehetett bejutni, illetve amely teljesen bezáródik, az Zágráb. A középkorban van átjárás, Zágráb és a magyarországi káptalanok között, a korai korban, majd erre még röviden visszatérek, ez szinte teljesen. Nem arról van szó, hogy egy-két magyar nem fordul elő Zágrábban, vagy egy-két <coughs> zágrábi kanonok nem kerül északra, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy

hogy Zágráb erősen bezáródik, ami pedig teljesen zárt a zeng. De ennek nem csak az az oka, hogy ez már nagyon messze van, hanem az, hogy a zengi székesegyház az a glagolita liturgia bölcsője, az egyik központja, ugye az egyik első pápai engedély is onnan van, a horvát szerkesztésű egyházi szláv nyelven tartott Szent Mise tartására, zengből, 1248-ból, ami azt jelenti, hogy az otthoni papok nem tudtak latinul, és uh, ritus szerint misésztek, tehát teljesen elképzelhetetlen volt, hogy ők mondjuk egy magyarországi bármiféle hát érvényesüléshez is jussanak. Bár azért van, van ellenpélda, de az pedig olasz volt, tehát az, az, nem, nem autokton zengi kanonok. Ami a funkcióikat jelenti, alapvetően a káptalani papság, erre majd a végén még egy mondatot szentelek, a legkonzervatívabb, tehát itt nagyon erősen megmarad a késő középkori struktúra, funkcionális struktúra, tehát egy alapvetően jogi és gazdasági funkció és feladatkör. Ami azt jelenti, hogy a káptani birtokok kezelése, ahol ispánok és tizedadminisztrátorok mindig kanonokok, hitelesei tevékenység, a káptalan jogi és országgyűlési képviselete. Itt csak utalnék egy irodalmi munkára, amit lehet, hogy Tóth Gergely is említeni fog, ez a nagyfalvi Gergely-féle napló, amely gyakorlatilag egy klasszikus kanonoki napló, amiből megismerjük ezt a világot, ezt a jogmegőrző, jogmegőrző ö, ö, gazdálkodó kanonoki világot. A, ami viszont nagyon érdekes, hogy, hogy azzal, hogy a káptalanok egy jelentős része ugye 80%-a megszűnik. A feladatkörök viszont csak részben delegálódnak át például a vármegyékre, alapvetően megmarad a káptalanok feladata a hiteles helyi tevékenység, ugye, és nem csak a káptalanok, hát megszűnnek ugye azok a szerzetes intézmények is. Tehát ez azt jelenti, hogy sok ugyanannyi munkára, vagy még több munkára, gondoljunk arra, hogy az írásbeliség az fejlődik, még több munkára sokkal kevesebb ember jut. Tehát paradox módon, és ugye a protestáns, kialakuló protestáns egyházszervezeteknek ilyen értelemben nincs rendi jogi ö, szerepük, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy ők nem vehettek át ebből semmit, tehát magyarán beléptek arra a helyre, de a feladatköröket nem vették át. Ez nagyjából azt jelenti, hogy paradox módon a protestantizmus jelentős részben megnövelte a káptanok súlyát Magyarországon, mert ugyanazt az írásbeliséget, itt említettem a vármegye valamit ebből átvesz, de nem annyit. Ö, tehát, hogy gyakorlatilag megnöveli a súlyukat. Tehát még ha a 17. szádi kanonokjaink mind égtek volna a Trienti Zsinat határozataival a kezükben a lelkipásztori buzgóságból, egyszerűen nem lett volna lehetőségük erre, mert el kellett látni azt a munkát, amire ők ugye szerződtek, vagyis hát a hiteles helyi feladatokat. Tehát, hogy megnövekedett a súlyuk ö, azzal, hogy, hogy lecsökkent a létszámuk, és hogy a feladatok, tehát, hogy nem alakult ki például egy közjegyzői réteg ö, Magyarországon. Na most ennek viszont az lesz a következménye, hogy a, azzal a fajta klasszikus egyetemi műveltséggel, amely a középkorban jellemezte a kaptanokat, a korai korban elvesztik a kapcsolatukat. Ez nem azt jelenti, hogy nem tanulnak például a 1620-as, 30-as évektől, vagy már bizonyos értembe korábban is külföldön, tehát Rómában, vagy a Bécsi Pázmáneumban, ami ugye a, a, magyar káptani papság egyik fő kibocsátó helye volt, de ö, Ebből keveset forgatnak vissza abban az értelme, hogy például a papképzés nem az ő feladatuk lesz, hanem a jezsuitáké. Itt van ugye az az átmeneti időszak nagy szombatban, amíg ugye a káptalan ö, működteti a szemináriumot, de ott is egyre inkább átveszik a jezsuiták, tehát azt a keveset is elvesztik, ami ebben, ebből megmaradt. Tehát ez intellektuális súlyuk a középkorhoz képest jelentősen lecsökkent, ami a különbség a Zágráb, ahol tulajdonképpen a káptalan tartja fenn a három szemináriumot, Bécs, és Zágrábban. És, különös módon a jezsuitákkal is egészen jó a kapcsolata az ágrábi káptalannak. Ha már az ágrábról beszélünk, a létszáma és a súlya miatt sokkal nagyobb a szerepe a horvát politikai életben az Ágrábi Káptalnak, mint a magyarországi Káptalnak a magyar ö, politikai életben. Azt is mondhatjuk, hogy a korai horvát nemzet tudat egyik bölcsője az Ágrábi káptalan. Az 1634. évi Zágrábi zsinaton gyakorlatilag szembementek Pázmány Péter törvényhozásával, és három ponton ö, kifogást emeltek az 1633. évi nemzeti zsinat ellen, és a tehetetlen püspököt is erre az útra vitték. Hát ennek persze a vége az lett, hogy a, hogy a pápa ezt a zsinatot megsemmisíti értelemszerűen, mármint ugye a provinciális zsinattal nem fordulhat szembe, vagy a nemzeti zsinattal, vagy a provinciális tulajdonképpen a tartományi zsinattal nem fordulhat szembe egy egyházmegyi zsinat, de a lényeg mégis megmaradt, tehát igazából véve azt, amit akartak, hosszú távon elérték. Tehát ilyen értelemben az ágrábi káptalan az egy külön, külön eset. Mint említettem, a lelkipásztorkodás tekintetében nem a káptanoké volt a fő feladat már a középkorban sem. Ez a jelzett okok miatt az elvárások, a tridentinumi elvárások ellenére a korai korban még kevesebb lett, de csak bizonyos értelemben részben azért, mert a székesegyház ellátása, vagy a székesegyházi plébáni ellátása az a káptalan feladata volt. Tehát a város lelkipásztor életében, bár a Tusor Péter által is említett püspöki processzusok, vagy a, a jezsuita missziós jelentések sokszor eléggé negatívan írnak e, e, erről a lelkipász kanonokok a munkáról, de a tény attól még tény maradt, tehát valamilyen szinten ez az ő feladatuk felelősségük volt. A kaptalni karimával folyamatos problémák vannak, van úti, külön fejezetet szentelt ennek a püspök jelentésekről írott munkája bevezetőjében. Viszont két dolog, ami, ami új, egyrészt a szegényebb káptalokban teljesen általános lett, hogy a vidéki plébániákat a kanonokok látják el. Egyszerűen jövedelem kiegészítésként, illetve a papján miatt erre rá is kényszerültek. Tehát mondjuk két szélső példát mondok, Veszprémben és Zengmodruszban, ez teljesen általános volt a XVII. században. A másik pedig az egyházlátogatások végzés. A XVII. században főpap ö, ö, nagyon ritkán, vagy teljesen kivételes esetben végzett csak egyházlátogatást, maga Pázmány sem vizitálta végig az egyházmegyét, ezt általában a fő bízta, akik pedig kanonokok voltak. Tehát így módon az egyházlátogatások révén azért egy nagyon komoly lelkipásztori, ö, lelkipásztori funkciót is elláttak. Ami nem nagyon változott, az a köznemesi életforma a késő középkorhoz képest. Adataink nagyrészt birtok, házszerzések, családi vagyon gyarapításáról szól. Zágráb és Zengmodrusz itt is egy érdekes, tudnék, ott aktívan katonáskodnak is a kanonokok, sőt, hősi halottat is adtak a hazának, mármint mint a horvát-magyar közös hazának. Zágrában ugye sziszek védelmében estekkel meg, estek, meg török fogságba kanonokok, Zengmodruszban pedig uh, Klissa uh, elvesztésekor 1596-ban a püspök és két kanonok is uh, életét uh, vesztette a harcban. Zárásképpen, és akkor talán én se léptem annyira túl a nekem szabott 25 percet, megállapíthatjuk, hogy a magyar egyházi társadalomból talán a középrétek kerül bizonyos értelemben a leginkább szemben a tridentinum által definiált lelkipásztori papi ideállal, és így bizonyos értelemben ki is jelölte a saját helyét egy egyházi reformellenes konzervatív csoportjaként az egyháznak. Ennek a következménye az lett, hogy kikerült az egyházi élet fő sodrából, és bizonyos értelemben a középkori egyházkép ez a jogi, hivatali, gazdálkodó, papi egyházképnek a letéteményese lett. Erre jó példa a konfliktusai, a Kapton konfliktusai a jezsuitákkal Győrben és Nagyszombatban. És ugyanakkor az is jellemző, hogy Zágráb, ahol ezek a folyamatok másképp zajlanak, ott a jezsuitákkal jó az együttműködés. Az egyházi középréteg majd a 18. században veszi át ismét ebből a fajta papképző, lelkipásztori, egyházi értelmiségi, tehát, hogy mondjam, tehát a teológiai oktatásban megnyilvánuló irodalmi művekben megnyilvánuló értelmiségi szerepből valamit a 18. században vesz majd vissza. Részben azért, mert ugye a főpapiszékek helyek restaurálása, a 18. században történik, meg nem csak azokon a helyeken, ahol amelyek török uralom alatt voltak, hanem azokon a helyeken is, ahol például végvárt, tehát egy Veszprém vagy egy Győr, azért az nem az a Püspöki rezidencia volt, amit egy 18-19. században de képünk alapján elképzelünk. Én tehát igazából ekkor a 18. században kapnak majd nagyobb szerepet a kanonokok a tridentinumi modell számos elemének igaz államegyházi keretek között történő megvalósulása során és ekkor, lesznek, ekkor kapnak jelentősebb szerepet az egyházi élet számos területén, de ez már a jövő évi konferencia témája lesz, úgyhogy akkor itt le is zárom az előadásomat. Köszönöm szépen a figyelmet.